A farsangra készülnek az óvodában, kunhímzéses párnavégek, fő feladatuk a műtárgyak megőrzése, megírták a felvételizők a dolgozatokat. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. február 5-én 18 óra 5 perckor. A Táncsics körút 19 számú óvodában is elkezdődött a 2021-es év. A részletekről Kunné Nánási Mónikával beszélgettünk. Az óvoda teljes létszámmal nyitott január 4-én. Szerencsére elmondhatom, hogy az óvodánk teljes létszámmal nyitott január 4-én, amikor újra megkezdtük a tanévnevelési évünket. Úgyhogy minden csoportban egy-két hiányzó gyermekünk van, és minden dolgozóm itt van velünk. A következő nagy programjuk a farsang lesz, amire már készülnek. Ezt szülők jelenléte nélkül tartják, de fotókat készítenek nekik a zárt csoportjukba. Természetesen a pedagógiai programunkban meghatározott ünnepeinket továbbra is megszervezzük az óvodánkban. A következő nagy rendezvényünk, ugye majd programunk a farsang lesz, amelyre már készülnek minden csoportban a gyermekek is, az óvónénik. Sajnos ezt most szülők jelenléte nélkül tudjuk megszervezni, hiszen a jelenlegi járványügyi helyzet még nem engedi, hogy őket is beengedjük az óvodánkba, de a programokról felvétel készül, fényképek, videófelvételek, és ezt pedig közvetesszük a szülőknek, hogy valamilyen formában ők is részesei lehessenek. A ráhangolódás időszakában kézműveskedés, állarc és jelmezkészítés zajlik. Ilyenkor minden olyan kézműves tevékenységet beterveznek a kolléganőim, amelyek a farsangi hangulatra készítik fel a gyerekeket. Állarcokat készítenek, dekorációkat. Lehetőség van csoportjainkban arra is, hogy a szülők készítsenek otthon a gyermekeikkel, és azt esetleg behozzák hozzánk ide az óvodába, és akkor itt bent a csoport megtekinthetik közösen. És természetesen lesz olyan farsangi délelőttünk is, zárt körben, ahol a kis jelmezeikbe beöltözhetnek a gyermekek. A tevékenységeket ugyanúgy megvalósítják, ahogy azt a vírusmentes időszakban tették. Én azt gondolom, hogy elég jól alkalmazkodtunk a jelenlegi helyzethez, illetve alkalmazkodtak a kolléganőim. Ugyanúgy próbáljuk szervezni a mindennapjainkat, mint a vírus helyzet előtt, tehát a tevékenységeket ugyanúgy megvalósítják a kolléganőim. Kezdetben az alacsony gyermeklétszám volt, ami nehézséget okozott, de már most hála Istennek, ahogy mondtam az elején is, egyre nagyobb létszámban vannak jelen a gyermekek, és így egyre könnyebb. Az iskolába menő gyerekekkel a három tehetségműhelyben külön is foglalkoznak. 58 gyermek megy ősszel iskolába, akikkel még van idő foglalkozniuk, erősíteni készségeiket az óvodapedagógusoknak. A tehetségműhelyeink működnek továbbra is, ugyanúgy, ahogy az elmúlt években működtek. Most is három tehetség területen működnek tehetséggondozó műhelyek, és igen, a nagy csoportban kiemelt feladat az, hogy a gyermekeket minél inkább felkészítsük, illetve kihozzuk belőlük azt a maximális képességet, amivel elkezdhetik majd szeptemberben az iskolai éveiket. 54 tanköteles korú gyermekünk van, és mindannyian azt várjuk, hogy elkezdjék szeptemberben az iskolát. Az óvodai beiratás még nem tudni, hogyan zajlik. A vezető reméli, hogy személyesen tudnak majd találkozni a gyerekekkel és a szüleikkel. Várhatóan a május végi pünkösdi rendezvényre a szülőket is beengedhetik majd az óvoda udvarára, hogy közösen ünnepeljenek. Nagyon bízunk benne mi is, hogy azért előbb-utóbb tavasz környékén már egy picit engednek majd ezek a szigorítások, amik jelen pillanatban meghatározzák a mindennapjainkat, és ha szerencsénk lesz, és minden úgy alakul, ahogy mi szeretnénk, akkor május végén szeretnénk olyan pünkösdi műsort tartani, ahol legalább minden gyermekhez egy felnőttet be tudunk engedni, és akkor közösen tudjuk megünnepelni a tavasz létét. A napokban jelent meg dr. Eskovács Ilona Kunhímzéses párnavégek című kötete. A szerzővel beszélgettünk a hiánypótló munkájáról. A Nagykunsági Népművészek Egyesületének elnöke kiadványában a 17. század végétől a 19. század elejéig virágzó kunhímző stílust mutatja be.
Az eredeti hímzések forrásaként az 1944-ben elpusztult karcagi múzeumi anyagba tartozó párna végekről készült archív fotókat és festményeket is felhasználja. Ez a könyv a nagykunság legfontosabb népművészeti ágát mutatja be, és azért mondom, hogy a legfontosabb, mert még a magyar népművészetbe és a magyar népi hímzések között is a legrégebbi réteget képviselő kunhímzést elemzi. Ez a kunhímző stílus a nagykunságban a 17. század végén kezdett kialakulni, és a 18. században virágzott, és a 19. század közepére eltűnt a tárgyi kultúránkból. Az eltűnésnek természetesen az volt az oka, hogy a 19. század közepén megváltozott a nagykunságba a tárgyi világ, ugye az ipari forradalom, a gyáripar beindulása következtében, a régi mennyezetes ágyat fölváltotta a parasztpolgári stílusú flóderezett bútor, meg faragott bútor, holott korábban gyönyörű festett bútorokkal díszítették a szobájukat. Na de mikor? Valószínűleg a redemció után, 1745 után gazdagodott annyira a nagykun társadalom, hogy általános lett a festett bútor, a hímzett párna vég, ami a mennyezetes ágyat, vagy éppen nem mennyezetes ágyat díszítette. A szerző a Néprajzi Múzeumban őrzött nagykunsági párnavégeket is felhasználja forrásként, de szól arról is, hogy az akkori kunhímzések mennyire különböznek a napjainkban készülő kunhímzésektől, melyek már feldolgozások. Ahogy fogalmaz, a régi kunhímzés és a feldolgozások úgy viszonyulnak egymáshoz, mint a régi stílusú népdalok a népdalfeldolgozásokhoz, melyek művészi értéke széles skálán mozog. A kunhímzés az úri hímzésből ered. Az úri hímzés motivumai kifejezetten a reneszánsz mintákat követik. Na most ezek kerültek be a kunhímzésbe, ennek a minta szerkesztése nagyon gyönyörű, szimmetrikus, arányos, többnyire középen egy nagyobb virágmotívum, amire két oldalt indákkal még újabb kisebb motívum elemet illesztenek. De van egy motívumcsoport, ez az úgynevezett kunrózsás, amit rendkívül kedvelnek. A legelső 1721-es évszámos párnát is ez díszíti, és az úgy tűnik egyik legutolsó 1828-as párnát is ez a motívum díszíti. Na most ezek a motívumok ellentétben a kunhímzéssel, mint mondtam, a racka báránynak, meg a racka birkának a finomabb szőréből készült. Ezeket ugye festették, ezt már sokan elmondták, és ez egy durva hímzőfonal. Ellentétben az úri hímzéseknek a sejjem meg a skófiumos hímző anyagával, természetes, hogy megváltozik a jellege a hímzésnek, attól, hogy egy vastag, durva fonállal hímzik. Ez még nem elég. A 18. században az építkezés, az a ház, amiben a gazdagabb családok is laktak, bizony azok is még nagyon kicsik voltak, kicsiny ablakokkal. Na most hiába tették az ablak mellé az ágyat, attól még elég homályos lehetett még napsütésben is a szoba. Nekem az a véleményem, hogy attól olyan nagy a kunhímzésnek a motivumai, a kunrózsa, a táncoló tulipán, a félrózsa vagy bazsarózsa, és így tovább, mert azt látni kellett. A kunhímzés feldolgozások keretében mutatja be az egykori karcagi népművészeti szövetkezet tervezői által rajzolt mintákat is. Arról is ír, hogy a nagykunságban a 18. században lett a nagykunszoba dísze a színes, szőrhímzéssel díszített párnavég, melyet a 19. század közepéig készítettek. A kendervászon párnahéjak végére varták fel a lemvászonból hímzett 40x60 cm-es párnavéget. A racka szőréből fonták hozzá a hímző fonalat, amit növényi festékkel a piros, a barna, a zöld szín árnyalataira festettek.
A minták között rozettákat, férrúzsákat, táncoló tulipánokat találhatunk. Ilyen névben működik egy karcagi hímzőcsoport Pádár Ágnes vezetésével, és ezekben a motívumokban reneszánsz eredet tükröződik. Karcagon élt ez a hímzés, és Kunmadarason. A Kisújszálláson összesen valójában csak 3 töredékes hímzés került elő. Turkevén, Kunhegyesen nem találtunk rá nyomot. Ez nem jelenti azt, hogy valamilyen hímzés nem volt, vagy éppen ennek a kunhímzésnek valamilyen változata, de a múzeumokban nem őriznek, nem tudjuk dokumentálni. A karcagi és a kunmadarasi kicsit keveredett egymással. Tehát Karcagon ugye a uralkodó az a kun, 3 nagy kunrózsás, a másik nagy uralkodó díszítmény az úgynevezett táncoló tulipános, és azon kívül voltak olyanok, például ilyen páros rózsás, virágos, amely a 2 rózsa nem teljesen egyforma, és 3 ilyen kazettaszerűen elrendezve. És azon kívül volt olyan is, amiben 5 kisebb méretű kunrózsa helyezkedik el, és ezeket körbe veszi 4 általában kisebb, vékonyabb száron 4 virágocska, és ezt a típust találtuk meg töredékeibe Kisújszálláson. Szól a környező települések kunhímzőiről is a könyvben dr. Eskovács Ilona, aki reméli, hogy a mai fiatalok között is lesznek olyanok, akik megtanulják az eredeti mintákat. A Györffy István Nagykun Múzeum alapvető feladatának tartja a gyűjteményében található műtárgyak megőrzését, tudományos feldolgozását és bemutatását. A Györffy István Nagykun Múzeum alapvető feladatának tartja a gyűjteményében található műtárgyak megőrzését, tudományos feldolgozását és bemutatását. Feladatuknak tartják, hogy a múzeumban felhalmozott szellemi és tárgyi tőkét tovább gyarapítsák az utókor számára megőrizzék, munkálkodásaik révén. Legyenek azok visszaemlékezések, helyi memoárok, önéletírások, vagy a történet, néprajz, régészet értékeit. Fontos, hogy a látogatók több szempontból is megismerjék a múzeum gyűjteményét, a város és a nagykunság történetét, valamint a város szerepét a magyar művelődés történetben. Céljuk, hogy tevékenységük hozzájáruljon a kun öntudat megőrzéséhez, illetve erősítéséhez. Figyelmet fordítanak arra, hogy látogatóink a múzeumra, mint a nemzeti örökség ápolójára tekintsenek. A COVID miatt idén elmaradtak a nyílt napok a középiskolákban, pedig sokan szerettek volna személyesen is megismerkedni az intézménnyel, mielőtt iskolát választanak. A tanároknak is kihívás jelent ez az időszak, a legtöbb iskola online tájékoztatót készített a szülőknek. Ebbe a karcagiak körében is népszerű szolnoki középiskolában is megírták a dolgozatokat. A legtöbben azért tisztában voltak avval, hogy mit írtak, hiszen a javítókulcsok a megírást követően felkerültek az oktatási hivatal oldalára. Nyilván a gyerekek szembesültek már aznap avval, hogy mit végeztek, milyen eredményt értek el. Tehát nagyon nagy meglepetések nem voltak, mert nagyjából emlékeztek arra, hogy mit írtak, látták a helyes megoldásokat. Tehát jól be is lőtték, azt gondolom, az eredményeket. Az igazgató helyettes szerint nagyon nehezek voltak a feladatok. A visszajelzések alapján a matematika a hosszú évek átlagának megfelelő nehézségű volt. A szövegértés, szövegalkotás feladatsort a gyerekek nehéznek találták. A kollégák szerint is nehezebb volt az eddigiektől. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a szövegértés, szövegalkotás körülbelül olyan átlagpontszámú lett nálunk, mint a matematika, holott az elmúlt években eddig mindig jóval magasabb átlagpontot ért el a szövegértés, szövegalkotás. Mint mondta, a dolgozat írás alatt és most a betekintés alatt is szigorú szabályokat kellett betartani.
a pandémiás szabályokat mindenképp figyelembe kellett venni, tehát egy terembe maximum 10 tanulót ültettünk le, megfelelő távolságra helyezkedtek el egymástól. Úgy gondolom, hogy a járványveszély, a fertőzés veszélyt sikerült a minimumra csökkentenünk. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaptv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra, és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!